A Pécsi Majorosi utca az egyik olyan határvonal, amely fontos szerepet játszik az új parkolási rendben. Július 1-től ugyanis módosultak a szabályok a Baranyai megyeszékhelyen. Az egyik legfontosabb változás, hogy korlátozott várakozási övezeteket alakítottak ki, többek között az előbb említett Majorosi utca környékén is. Egy ilyen tárcsás óra beszerzésére is szükség lesz ebben a négy új zónában. Külön szabályok vonatkoznak ugyanis az ott lakókra és a napközben arra járó utazókra. Ezekben a zónákban, ebben a négy zónában reggel 8 és este 6 óra között hétköznapokon csak 2 óra hosszat lehet parkolni mindazoknak, akik nem ott dolgoznak vagy nem ott laknak. Akik ott laknak vagy ott dolgoznak, ők pedig kedvezményes áru bérlettel tudják megváltani azt, hogy ott ők egész nap parkolhassanak ezekben a zónákban. Erről a tábla együttesről ismerhetők fel egyébként az említett zónák. Az új területek kijelölése mellett más változás is történt. Például a kettes parkolózóna néhány utcával kibővült, ugyanis több lakossági panasz is érkezett arra vonatkozóan, hogy kevés a parkolóhely, mondta el stábunknak az önkormányzati sajtóreferens. Marton Ferenc hozzátette, hogy további szabályként az elektromos és hibrid autóknál is különbségeket tesznek. Azok, akik a teljes egészében elektromos hajtású autóval rendelkeznek, tehát ténylegesen zéró kibocsátású gépjárművel szeretnének parkolni, az ő jogosultságokat úgy tudják igazolni, hogyha a Biokom ügyfélszolgálatán vagy személyesen bemutatják a forgalmi engedélyt, vagy a forgalmi engedélyről egy másolatot elküldenek e-mailben a parkoláskukac.biokom.hu-ra. Fontos, hogy bár az új szabályok július 1-ével léptek életbe, az ellenőrző szervek még nem büntetnek, csak figyelmeztetnek. Augusztus 1-től viszont már pénzbüntetésre számíthatnak azok, akik nem tartják be az új szabályokat.